amikor a menzeszt felváltja a klimax, akkor a nők kedve megjön a musicalhez. A média nem a valóságot közvetíti. A média a valóságról közvetít egy hazug képet. És ha ezt kijelentjük, és ezzel tisztában vagyunk, és ezt az alapot megvetettük, akkor holnap talán csinálhatunk egy kicsit kevésbé hazug médiát, mint ma. De ez most itt nem volt hazug. Hát tudom, mondjad. Mi van ebben a pohárban? Nóra, mi itt kávézunk, ugye? Ebben a pohárban elárulom a kedves tévénézőknek, aztán majd kivágod, ha akarod. Ebben a pohárban víz van. Víz, ami egyébként jól esik, de nem kávé. Amikor nekem el kellett hagynom a Budapest Rádió reggeli sávját, ő és mások kerültek, akikkel ő készített műsort, és amikor visszatértem, akkor az volt a hivatkozás, hogy én visszavásároltam magamat állami pénzzel, ami úgy volt nem igaz, ahogy. És ezt ő a saját könyvbemutatóján, mint egy jó vicc elmondta. Az a személyes problémád, hogy én azt találtam mondani, hogy kivásároltál minket a saját frekvenciánkból autópályapénzen. Hát ez történt, hát most ez az igazság, hát most neked ez rosszul esett, mert te nem így gondolsz magadra, de ettől még ez történt, hát most én sajnálom, hogy az igazság neked fáj. Biztos hallottad Matolcsy György esetét, miszerint egy új szeretője van neki. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban el tudod azt képzelni, mivel ugye, amikor egy középkorú férfinak új szeretője támad, az kihatással van az egész életvitelére, megfiatalodik. El tudod képzelni mondjuk a modern, trendi Matolcsy Györgyöt, ahogy épp a McFart Ligetben esetben Pokémonokat gyűjt, vagy Valhallót hallgat? Na most az, hogy ezeknek több pénzük lesz, és a több pénzük mellé fiatalabb nőik lesznek, az nem jelenti azt, hogy ezek az emberek ezek modernizálhatók. Ezek az emberek ugyanolyan begyöpösödött gyökerek maradnak, és úgy gondolom, hogy ha 15 évessel kurna a Matolcsy, abból se sül neki a mi számunkra semmi jó. Felhatalmaztuk az országgyűlést arra, hogy mondjuk alaptörvényt írjon a nevünkben. Abba az alaptörvényben leírja azokat a mindannyiunkat összefogó erkölcsi és alapvető normákat, az emlékezett politika alapjait, amit azért mindenkinek illik valamilyen szinten osztani, amikhez a tankönyveknek igazodniuk kell, a közmédia adásának igazodnia kell hozzá. Én úgy érzem itt magam komolyan, mint hogy 1976-ban egy pártbizottsági ülésen ülnénk az MSZNP székházban, komolyan. A Fehérházban ülnénk. Tehát ezek a dumák, ezek nekem egy az egybe, de a legkeményebben. Pártunk és kormányunk nem véletlenül a nép felhatalmazásával hozta azt az alaptörvényt, amely szavatolja számunkra a büszke emlékezés november 7-ére, stb. Ebben a műsorban, hogyha bármelyik vendég egy kicsit is fajsúlyosabb témát érint, egy kicsit is kulturális a műsor, és mondjuk nem arról beszél, hogy hogyan fogyott le, hanem ténylegesen valamiről, ami komoly. Örülök, hogy szoktál. Abban a pillanatban, hát igen, ezt sajnos nem lehet elkerülni. Ma egy jobboldali szerkesztőségnek sokkal nehezebb fennmaradni ugyanannyi olvasó mellett. A betyársereggel kapcsolatban, ezzel a militáns szektával kapcsolatban sokkal zsigeribbek a félelmek, sokkal hamarabb feljön bennük a félelem. Mi militáns szekta? Patrióta sportmozgalom, még egyenruhát sem hordunk. Sportmozgalom! Hát mi lenne? Sportmozgalom, tehát egy világos, hát sport, ez egy sportklub. Az, patrióták vagyunk mellette, most ez mellette, mellesleg ti sportoltok, tehát az az igazság, hogy még rendes fasisztákra se telik ennek az országnak. Akik beleállnak és fölvállalják, hogy ők azok, akik. Fölmerül a kérdés, hogy minek? Mit minek? Szándékunkban áll október 13-án az elmúlt 30 év rothadék elitjének a torkára tenni a kést. Azért ilyen kifejezéseket kérem, ne használjon. Ebben a tévében ne. Tehát az oké, hogy az elit rothad, de ne hívjuk a rothadást rothadásnak, hanem minek hívjuk? Nemes penésznek? Hogy nevezzük? Kertészeti témában még nem beszéltem önnel, de érdekes. Ez nem kertészet.
Amikor valami megromlik, akkor azt ki kell dobni. Hány százalékon te cigány? Hopp, na álljon meg a menet! Hoppá, hány százalékon át kérem? Hány százalékon? 5-6 százalékon? Akarok nyerni? Tessék, hogy akar nyerni? Nem, hát világos, ha a fonott kalácsnak 5%-a van, akkor legyen szíves, fogjon össze a szarral a fos ellen. Ugye? Hiszen a szarnak, annak van 41%-a. A fosnak, annak meg van 44%-a. Tehát itt ez most egy ilyen kritikus pillanat, amikor a fonott kalács a mérleg nyelve, úgyhogy lépjen vissza, nehogy véletlenül fos legyen a vacsora. Hiszen a szarevésben abban jók vagyunk. Hát abban 30 év gyakorlatunk van. Hát miért kellene nekünk a fonott kalács? Amikor tök nyilvánvaló, hogy a fonott kalács nem nyerhet. 5%-on áll. Szávetsz Tibor megmérte a fonott kalács népszerűségét, és nem nyerhet. Ne azt kérdezzük meg a fonott kalácstól, hogy miből vagy te fonott kalács? Szarból vagy? Vagy lisztből vagy? Ne ezt kérdezzük meg! Kedves fonott kalács, ehető vagy? Vagy nem? Ne ezt kérdezzük! Kérdezzük azt, hány százalékod van fonott kalács? 5? Akkor lépj vissza a kurva anyádba, a szarnak a javára, különben fos lesz a vacsora! Hát, demokratikus egy ilyen fonott kalács? Amely belehajszol minket abba, hogy fos legyen a vacsora? Mikor ott a jó szar? It's the one and only D.R.E. Nem bántam meg, hogy az előválasztáson nem indult? Nem. Nem lenne tisztább helyzet és világos viszonyok? Nem. Nem lenne. Nem lenne alternatíva. Nem lenne most alternatíva. Van. Mi az alternatíva? Én vagyok. Mi van? Van bajod? Te? Mert mi lesz, ha van valami baja? Mi lesz? Mi lesz? Mi lesz, ha van valami baja? Előkerül a bökrő? A klasszikus öreges politikai szabályok szerint ilyen hibát nem követünk el, hogy ezt a mondatot kiemelhessék és teleplakátolhassák vele a várost. Pont. Sándor, én értem, hogy nem vágom kívülről a nagykönyvet, amely nagykönyv alapján politizálni kell. Amely nagykönyvet így újra meg újra, hát így újra meg újra számon kérnek rajtam. Én szeretném jelezni, hogy én ezt a könyvet le akarom váltani. Én jól figyelsz, hogyha észreveszed, hogy rosszul felelek belőle. Ki szeretném dobni. Tűzre akarom vetni. Új könyvet akarok írni. Új könyvet akarok írni arról, hogy hogyan kell politizálni. Hogy mit lehet és mit nem lehet. Mit engedhet meg magának egy jelölt és mit nem. Újra akarom írni ezt a kánont. Ezért, tehát lehet, hogy a régi tankönyv szerint rossz tanuló vagyok. Az új szerint viszont meg hát én vagyok a szerző. Meglátnak valamit, ami működik a bal oldalon, vagy a liberális oldalon, és egy az egybe lemásolják. De mivel, hogy ama az organikus, tehát az ott organikusan képződött meg valamilyen módon, szervesen, ők hát megfognak egy 3D nyomtatót, és kinyomtatják. És azt legyártják. Itt, nekik van is egy ilyen tetkós, baseball sapkás megmondójuk, az Echo TV-n szoktam látni, akivel így azt demozzák, hogy hát ilyen társadalmi osztály létezik Magyarországon. Tehát létezik ez az Orbán Viktor seggéből grafitiző világ, amelyik ilyen tetkói vannak, meg spanglikat szív, és közben meg a felvételizik a lakitelek népfőiskolára. It's the one and only D.R.E.